Évek óta mondjuk, hogy egy ilyen folyamat, egy illegális bevándorlás, vagy a bevándorlásnak az ilyen formájú támogatása, az nem egy taktikai kérdés, nem egy munkaerő kérdés kell megoldani, ez egy történelmi léptékű kérdés, tehát egy ilyen kérdés, az illegális bevándorlás támogatása, az 10, 20 vagy akár 100 évre is meghatározhatja, illetve megváltoztathatja Európának a képét. És azt is látjuk, hogy ezzel együtt mindig veszélyek is érkeznek, és amikor kialakul egy ilyen gócpont, ami most Izrael területén kialakult, vagy Izrael mellett kialakult, akkor annak bizony hatása van az európai világra, és ennek a hatását érezhetjük, az, hogy hirtelennyiben így felpesdültek az események Európa szerte, hogy terrorcselekménynek jelennek meg, ez nyilvánvaló következménye annak a politikának, amit Brüsszel az utóbbi években követett. Az illegális migrációt tulajdonképpen jogi eszközökkel akarják legális migrációvá változtatni. Tehát, hogy olyan folyamattá, amely egy szabályozott folyamatként tulajdonképpen az eddigi illegális folyamatot egy általános folyamattá teszik Brüsszel által, és ezt rákényszerítenék a tagállamokra is, jelesül például Magyarországra is, aminek mi a lehető leghatározottabban ellenállunk, alkotmányos okoknál fogva is, hiszen a mi alkotmányunk alapján az országot ilyen formában megváltoztatni nem lehet, de vannak azért praktikus okai is, semmiképpen sem szeretnénk azt, hogyha ilyen típusú események Magyarországon is előfordulhatnának. Magyarország biztonságos hely, talán a legbiztonságosabb Európában.